Fordított világ. Mesés verspercek. Erdős László oda, a piros posgás pocakos, kocogó pocakhoz. Lassú, néma csendben közeledett az este, napfényt várta jött a ború, koncentrálva készülődött laza kocogáshoz egy híres fitness guru. Bemelegített a közeli parkban, ahogy szokott, okos óráján nyomta a gombot, neki indult, hogy megfussa rekordját, ismét legyőzöm ma völgyet és dombot. Példamutató tartással szerte át a parkot, könnyedén, lazán és vidáman futott. Apró fülesben zene dübörgött fülében, így kósza gondolat eszébe sem jutott. Egyszer csak mit látott, maga sem hitte. Sudár bokor tövében ritkás örökzöld alatt egy furcsa kis állat láthatóan önbizalommal terve jobbra-balra össze-vissza szaladt. Mit szaladt? Trehányú, tahonyán, szinte már lustán, egészen rest testtartással kocogott. A fitness guru nem hitt szemének, és sosem látott még a parkban ilyen rossz tartású pocokot. De ha még csak a tartás lett volna a legnagyobb gondja, hatalmas túlsúly domborodva húzta előre, csak úgy feszült rajta a legújabb trendi ruha, s nem látszott így alatta hasán a bőre. Döbbetten figyelt a guru. Talán kicsit csalódottam, szomorúan meglepve, amit itt az esti parkban látott. Hiába mutat hát példát tévében, újságban, hírekben, blogban és cikkekben, hiába tanítja az egész világot. Csalódottan nézte a piros posgást, látható a vidám, de rossz tartású lihegő pocokot. Soha nem látott még kereke nagyvilágban, téren, parkban, utcán ekkora nagy pocakot. A piros posgás, pocakos, kocogó pocok oda nézett, s mert látása kiváló volt, észrevette, lazán odaintett, meg sem hökkent, hogy nézi őt egy idegen, észrevétlennek magát nem tetette. A futónak mindez jól esett az esti csendes parkban, bokrok között völgyek alján, a dombtetőn odafent, egy cseppet sem tétobázva nem volt rest, s ahogy vers címünk is elárulja, a kis állathoz oda ment. A piros posgás, pocakos, kocogó pocok megtorpant, tényleg odajött hozzá egy ekkora guru, meghatódott. Te vagy az én emberem, mondta, taníts engem, kezet ráztak, a történet nem sokára folytatódott. Ezután aztán minden este lenn a völgyben, fenn a dombon, nem volt rehány, nem volt fránya, együtt edzett, koncentráltan, testtartása jól figyelve, egy különleges csodapáros, mester és a tanítványa. Mint két testvér összenőve, hosszú hónapok alatt változtatta át kitartóan edzője a piros posgás pocakot. Ki arra járt ezentúl, meg sem ismerte többé, hiába leste bokrok alján, fatövében a hatalmas kocogó pocakot.